A videójátékipar hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedben. Ez a fejlődés és növekedés olyannyira hatalmas, hogy az egykor még a többi médiával foglalkozó irányzat mellett eltörpülő iparág mára már egy szinten van a mozi és a filmiparral is. A videójátékok marketing kampányai a játékokkal egyenes arányban fejlődtek, de ettől függetlenül nem mindegyik mondható sikeresnek. Ezért a mai videóban összegyűjtöttem nektek 10 nevetséges videójáték marketing kampányt, amiről még valószínűleg sokan nem hallottatok. Első. Turok Evolution. Ha te nem mai gyerek vagy, akkor biztosan emlékszel még az Acclaim-re. Az Acclaim az a fejlesztő cég, aki fantasztikus játékokat hozott létre, de valahogy mégsem sikerült egy piacvezető céggé alakulnia, még annak ellenére se, hogy a Turok nevű játéknak hatalmas sikere volt az egykori Nintendo 64-en. Az újabbnál újabb konzolok megjelenésével az Acclaim is arra a döntésre jutott 2002-ben, hogy újraindítják ezt a sikeres játéksorozatot. Az Acclaim biztosra akart menni a játék sikerében. Ezért ennek a játéknak a kampányaként azt találták ki, hogy 10 000 dollárt adnak annak az őrültnek, aki képes a gyerekének a Turok nevet adni. Második. Resident Evil. A Resident Evil Outbreak egy cseppet eltért az addig már jól megszokott Resident Evil részek játékmenetétől, és ezért szüksége volt a cégnek egy ütős kampányra. A Capcom létrehozott egy weboldalt, amint bárki bepötyöghette egy ismerősének a telefonszámát, amire ezután a weboldal elküldött egy üzenetet, amiben nagyjából az állt, hogy a T-vírus téged is megfertőzött. Azok, akik már ismerték ezt a játékot, csak egy jót nevettek, de számos olyan megrémült egyén is volt, aki továbbította ezeket az üzeneteket különféle antivírusokkal foglalkozó cégeknek. Gondolom ezek után mondanom sem kell, hogy ez a kampány nem volt hosszú életű. Harmadik. PSP. Képzeld el egy pillanatra, hogy te vagy a Sony. A cég, akinek sikerült felmászni a konzolhegy csúcsára a PS1 és a PS2 hatalmas sikerének köszönhetően. Sikerült létrehoznod egy konzolt, ami simán felveszi a versenyt a Nintendo DS-sel, és az egyetlen dolog, ami hátra van, az az, hogy a hordozható konzolok világában is a csúcsra kerülj. Hogyan is csinálnád? Ha válaszod az, hogy a rasszizmus erejével, akkor gratulálok, ugyanis a Sony egyik munkatársa már úton van, hogy elvigye neked a munkaszerződésed. A probléma ezzel az ötlettel akkor kezdődött, amikor a Sony Hollandiában egy hatalmas plakátot helyezett el, amin egy fehérbőrű nő olyan módon van lefényképezve egy színesbőrűvel, mintha az nem lenne vele egyenrangú. Ez a rasszista beállítottságú plakát hatalmas botrányt keltett, ami a Sonyt pár hét alatt a kampány megszüntetésére kényszerítette. 4. Shadowman 2. A Shadowman első része egy átlagos minőségű játék volt, ami valahogy nem hozta nagy lázba a világot, és ebből kifolyólag a fejlesztők is tudták, hogy valami nagyon nagy dobásra lesz szükségük a második rész megjelenése előtt. A Shadowman nagy hangsúlyt fektetett a halálra és a halál utáni életre. Az Acclaim ebből kifolyólag megpróbált embereknek azért fizetni, hogy a játék hirdetését elhelyezhessék a nemrégiben eltemetett családtagjaik sírkövén. Ebből az egész kampányból csak egy hatalmas botrány keletkezett, amit egy átlagon aluli videójáték megjelenése követett. A cég a későbbiekben azt állította, hogy ez csak egy áprilisi tréfa akart lenni, ami eléggé szánalmas mentegetőzés a kampány márciusi megjelenése után. 5. Xbox One. A Microsoft számos hibát elkövetett az új Xbox One konzol megjelenésével kapcsolatban. Legyen szó az Xbox 360-as játékok támogatottságáról, vagy a folyamatos internetkapcsolat szükségességéről. Indiában az Xbox One csak 10 hónappal az amerikai megjelenést követően lehetett megvásárolni, és ezért a Microsoft ez alatt a 10 hónap alatt megpróbált eladni annyi 360-as konzolt Indiában, amennyit csak lehetett. A kampány lényege az volt, hogy 0%-os kamatra lehetett Xbox 360-at vásárolni. A kampány szövege nagyon kétértelmű volt, és a rosszabbik magyarra fordítva nagyjából annyit jelentett, hogy ezek után az Xbox iránti érdeklődésed akár nulla is lehet. 6. Hitman. A Square Enix igazán érdekes ötleteket tett az asztalra azok után, hogy átvette a Hitman sorozatot az Eidos-tól. A cég létrehozott egy alkalmazást,
ahol bárki úgynevezett hiteket rakhatott a közösségi oldalon lévő ismerőseire. Az alkalmazásban számos különböző kiválasztható ok volt arra, hogy miért akarjuk, hogy az ismerősünk meghalljon, mint például a haja vagy a szeme színe, vagy esetleg a melle mérete. Ezt az alkalmazást néhány héten belül eltüntették, ami nem csoda azok után, hogy ez a program arra buzdította az embereket, hogy okot adjanak arra, hogy miért öldének meg valakit. 7. Sega. A Sega Genesis megjelenése a piac hatalmas darabját vette el az akkor már befutott Nintendótól. A Sega legnagyobb marketing stratégiája az volt, hogy megmutassa az embereknek, hogy mi az, amire a Genesis képes és a Nintendo nem. Ezek közül a fejlesztések közül a legnagyobb a Blast Processing volt, ami a Sega Genesis-t nagyban megkülönböztette az akkori konzoloktól. A Blast Processing egy olyan fejlesztés volt, amit a Nintendo soha nem lett volna képes a saját konzolain létrehozni, ugyanis ez csak egy hatalmas hazugság volt. 8. Evony. A szexualitás bevonásával szinte mindent el lehet adni, és ez egy olyan koncepció, ami már időtlen idők óta létezik. Az Evony egy online flash játék, amit a fejlesztők 2009-ben eléggé furcsa módon kezdtek el reklámozni. A fejlesztők egy a játékhoz kapcsolódó szöveget illesztettek egy nő képére, aminek a játékhoz semmi köze nem volt. 9. Xbox. Annak tudatában, hogy az Xbox az egyik vezető konzol a mai piacon, elég nehéz elképzelni azt, hogy amikor már a PlayStation nagy sikernek örvendett, az Xbox még csak a szárnyait próbálgatta. Az Xbox első Angliának készített reklámjában az látható, amint egy baba kirepül az édesanyjából, majd folyamatos öregedés közben repül, még végül a saját sírjában landol. Ez a reklám hatalmas botrányt keltett az idősebb emberek körébe, és sajnálatos módon ezt a reklámot betiltották. 10. Burnout 2. A mai top 10 videót ott fejezzük be, ahol elkezdtük, ugyanis ez a remek kampány ismét az Acclaim műve. A Burnout 2 kampányhoz ez a cég ismét arra a döntésre jutott, hogy a legjobb módszer az emberek lefizetése lehet. Nem, itt most nem arról volt szó, hogy ha elnevezed a gyereket burnoutnak, akkor pénzt kap, hanem arról, hogy akit a játék megjelenésének napján gyors hajtásért elkapnak, annak az Acclaim jutalmat ad. Nektek mi volt az első videójáték, amivel játszottatok? Válaszaitokat írjátok meg egy kommentbe, és ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, megosztani és feliratkozni a csatornára. Találkozunk legközelebb is, sziasztok!